jelentést. 30 évvel ezelőtt a normál koleszterin 7,2, az alsó érték 2,2. Mi emberek, mi orvosok meghatározhatjuk nem a normál, hanem az átlag szintet. Mit jelent ez? Hogyha 100 embert megvizsgálok, akkor 1,6-tól 10-ig terjed a koleszterin. Ez egy szabályos harang görbe, tudományos nyelven Gauss görbe, és én az orvos megmondom, hogy a szélső értékeket, az alsó 5%-ot, felső 5%-ot levágom, mert ez lefelé, illetve fölfelé eltér. Minden tudós tudja, hogy a középponttól egyen azért a harang, ugye el tudják képzelni, mind a két oldalra ugyanúgy néz ki, középső vonal, és ott az alsó részéből levágjuk az 5 vagy 10%-ot. Tessék megnézni és folyamatosan követni, hogy a 2,2 az nem változott. De jobb oldalról először tessék csak utánozni 7,2,7, 6,6, 6,2,6, ma már 4,8-as szintet is meghatároznak laboratóriumok. Vannak Magyarországon olyan laboratóriumok, akik a 7,2-t adják meg. De érdekes, hát mi lehet ez az, ennek az oka? Elárulom. Kit vett meg a gyógyszertár? Emlékeznek rá? Bahamákon szegény körzeti orvos hútrészeken belefulladt az úszómedencébe. De nem egyedül voltam, 36-an voltak. A többi nem fulladt bele, de azt is ki kellett utaztatni, azt is repülővel szállították oda-vissza, a szálloda 2 millió forint fejenként, az 72 millió forint. Mondja, hogy a gyógyszergyár fizette ki. Gyógyszergyár fizette? Nem, önök. Mindenki. A gyógyszer költségével figyeljenek, maga az alapanyag 6-8% a legdrágább gyógyszereknél. Az innováció, hogy kifejlesztették valamiből a gyógyszert, az 8-12%. A csomagolás borzasztóan emelkedett, mert az idősebbek emlékeznek, hogy 2 havi tablettát egy üvegcsébe megkaptuk, ma pedig ilyen heti filmtabletták vannak, de hogy a, ugye csak párhuzamosan tud a hülye gép tablettát nyomni, ezért van olyan helyen, ahol nincs tabletta, üres, mert csak 7 napból áll a 7. Tudják, hogy mennyi alumíniumot használunk el csak a gyógyszerek csomagolására? Fogalmuk sincs. De, és akkor most jön a lényeg. Mennyi a reklámköltség? Átlagosan 60%.